1945-ös földosztáskor 1156 család igényelt földet. A község 14 ezer kapesztáris volt területét 1864 földtulajdonos használta ez után. 1945 a felszabadulás, igazi sorsforduló lett a szegvári szekény parasztok, napszámosok, kubikosok részére. Saját maguk kezdtek hozzá történelmi formálásához. Hazánkban a hatalom jellege 1948-ban el. A 1948 őszén, amikor a szegvári kubikosok végrevezették a talicskát, ásót, lapátot, 11 földhöz juttatott kubikos család fogott össze a település új falujának lakói, a legszegényebbek. A családok zöme 2-3 gyermeket nevelt, és a 11 közül csak 4-nek volt saját kis háza, földe, szobával, kevéske bútorzattal. Maguk se tudják ki, de valaki azt mondta, fogjunk össze, szántsuk, vessük egybe földjeinket. Írást, megegyezést senki sem írt alá, csak neki feküdtek együttesen a munkának. A puszta földön és a kemény élni akaráson kívül mindössze egy pár igazoló jószág és egyetlen tegény segítette az új utakra indult kubikosokat. Nehéz volt az első közös vetés után átterelniük, nehezen várták a tavaszt. Tavaszvárás közben, 1949. januárjában alakuló közgyűlésen ült össze a 11 család. Megszületett ekkor az első alapszabály, amely közös gazdaságnak számítottak ezután. Így emlékszik vissza erre az időre Bottyán Sándor bácsi, aki mint a Puskin TSZ elnöke ment nyugdíjba 1978-ban. Olyan 400 volt föld javult a gazdaságnak. Ilyen állami tartalék földeket csatoltak hozzá. A tagság volt olyan 70 körül az időben. Na majd, én TSZ elnök voltam nyugdíjba vonulásig, tehát mint egy 25 évig. Ez az időszak elég gyűlőleg az elej, elég gyorsan érte, mozgalmas volt, nagyon nem sok idő volt mással foglalkozni, és hát az volt a szerencse, hogy azért mindig voltak olyan eltársak, akik segítették a munkámat, és így végeredményben azt mondhatom, hogy hosszú időt eltöltöttem együtt, mentem a szövegekkel egészen ezért mindig vonulási 1979. Csúfoltak is bennünket, hogy virágzom az igazaság. Valójában elismerjük ma is, hogy az időszak nehéz volt, tudatlan is volt, célt se láttuk, eszközeink se voltak, és hát tagság se tudta, hogy mikor kap valami juttatást vagy fizetést, és ez meglátszott a munkában. Ebben az időben rendeltek csak munkaegységre, rendeltek dolgozni, és ez nem volt valami meggyőző. Ezen kívül hiányoztak a szakemberek is. Majd a szakemberek akkor jöttek már, amikor a szövet kellett, hogy úgy mondjam, stabilítani.